Az előző részek tartalmából. Gyakran szoktál férfiak előtt vetkőzni? Ne kínosz tovább, mondd meg neki, hogy meleg vagy. Meleg? Honnan szedted ezt az őrültséget? Oké, most már tudjuk, hogy nem meleg, de azért még így sem érdeklődsz iránta. Figyelem, fontos bejelenteni valóm van. Na, ki nyert el az embrió beültetési szerződést? Ez szuper, gratulálok, Stevie! Ezért tépted ki azokat a lapokat? Bemásoltam a csapadék mennyiségeket a gépbe, nem kell izgulnod. És Jodynak sem kell izgulnia? Zárjuk le ezt a témát. Milyen gyönyörű vagy. A nénikémre hasonlítok. Nem mindig tudod, mi a legjobb, se nekem, se neki. Én vagyok az anyja. Ahogy én is. Ha már itt vagytok, megbeszélhetnénk, hogyan is fogjuk elmondani. Nem akarom elmondani. Soha. Drága kisbabám Rose, még kicsi vagy, hogy felfogd a történteket. De remélem megérted, hogy a maminak és Michelle néninek miért kell így tennie. Nagyon szeretlek. Bárhogy is lesz. Két szék között. Ezek szerint szerencséd lesz. Ó, jó, hogy nem tud repülni. Felpakolhatjuk őket? Segíthetek? Nem, most igyekeznünk kell. Jó, nem bánom. Segíts Kate-nek a következőkkel. Örülök, hogy itt maradtunk. Igen, én is. Nos, remélem hoztál kaját, mert én pakoltam sajtot, olajbogyót, vagdalt, húsit. Szia! Úgy tudtam, Alex jön velem. Átszerveztük, de vigyázok rád. Szia! Mára nem cserélünk? Már megígértem, hogy intézem a beültetéses programot. Hé! Amúgy is szeretted volna megismerni. Itt a nagy esély. Milyen esély? Totál hülyének tart. Most bebizonyíthatod. Már mint hogy nagyon téved. Magyar hangok. Orosz Helga, Urbán Andrea. Németh Borbála. Haas van der Péter. Markovics Tamás, Zsigmond Tamara, Hevér Gábor. MacLeod lányai. Ellenőrizzük a hőmérsékletüket, hogy tudjuk, mikor tüzelnek. Amikor a tapaszt pirosra változik, akkor buli van. És akkor rakjátok beléjük az embriókat. Fúj. A karácsonykor visszajössz, meglátod az eredményt. Visszajöhetek? Természetesen, akkor sok lesz a munka. Talán még vezetni is megtanítalak. Minden jöhetünk karácsonykor. Én, anyu, apu, papa, meg mama. Még sosem voltunk együtt karácsonykor, szuper lenne. Rose, azt mondtam, tudom, nem. Tudom, hogy régen valamiért összeveszti a mamáikkal. De megbeszélhetnétek, nem lehet vészes. Rose, most a munkámra kellene koncentrálnom. Úgyhogy inkább nézd meg, hogy halad anyu a reggelivel. Hé, gyerünk! Szerinted kibékül lesz a szüleiddel, amint tisztáztatok mindent? Nem mondjuk el Rose-nak. Tegnap így döntöttünk Michelle-el. Mindent a régibe hagyunk. Rose, így voltok. És persze ez a legfontosabb. Gondoltam, hogy te megérted. Nem értem, mire célzol. Te vezetsz? Mert van kamionos jogsím. Vagy úgy gondolod, hogy a vezetés férfi kiváltság? A biztosítás a nevemre szól. Azért jobb, ha leszögezzük, hogy egyenlőek vagyunk. Ó, nagyon vicces. Mégis mi? Hogy poénból kinyitod az ajtót. Nem poénnak szántam. Arra célzol, hogy gyenge nő vagyok. Csak udvarias vagyok. Ha pasi lennék, akkor is megtennéd? Jó, ez nem udvariasság, ez pátyolgatás. Ha megteszem egy pasinak, az emberek még félreértik.
Tévedtem egy nagyot. Ne cukkolj. Nyisd ki magadnak, és nem lesz köztünk több félreértés. Stevie, nem csinálhatott hülyeséget, csak nem ölt meg senkit. Stevie-nek és a nagyszüleidnek kell elrendezni. Hiszen a te szüleid is beszélhetnél velük. Rose, kérlek, ne akard belerángatni az anyukádat. Hagyjuk ezt. Már nem szereted a nagymamáikat? Lehet, hogy túl nagy fájdalmat okoztunk egymásnak. De én szeretlek, nem akarom, hogy egyedül légy. Akkor sűrűbben kell eljönned meglátogatni. Csak nem drogoztál. Rose! Akkor mi volt? Hagyjuk ezt. Folytatnom kell a munkát. Segíthetek? Ó, kösz. Kösz. Még mindig jól el vagy? Igen, éltem már, miért maradt itt Stevie. Pedig régebben izgalmasabb dolgokat csinált. Ó, persze, semmi sem tart örökké. Neked még sosem mondta el, miket csinált. Tudod, fiatal korában. Ó, nem igazán, csak a rodeókról mesélt. Semmi másról? Ó, van, amiről el szeretne feledkezni. Ó, például miről? Nem is tudom, csak ez volt a benyomásom. Olyan komoly. Furcsa elképzelni lazának. Komoly? Stevie? Az érdekes lenne. Úgy értem, felelősségteljes, de kiszámíthatatlan. Rólam is sokan ezt mondják. A génekben lehet. Mármint a családi génekben hasonlítasz rá, mert egyek a génjeitek. Persze, anyukádra is hasonlítasz. Nagyon is, csak Stevie és Michelle nem igazán hasonlítanak, és te... Szerintem te mindkettőjüktől örököltél valamit. Jól vagy? Igen, sok a papírmunka. Tudod mit, most itt kell maradnom, úgyhogy megtennéd, hogy behozod a tiszta ruhát, ha van kedved. Olyan tudat.